Csácsomi csörtészt a csokolád is! Sziasztok gyerekek, üdv a csatornán! Képen jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 19-el. Ahogy mondtam, gameplayen kívül szállítottam ide magunknak néhány darab raklapot, meg még pluszot is. Szóval most már annyira nem lesz rá gondunk. Ugye említettem, hogy ezt gameplayen kívül csinálom meg. Szerintem nem okoz senkinek gondot. Nem kell nézni, hogy a Keeper pakolja a dolgokat. Ja, egyébként minden egyébben most került néhány darab raklap. Szóval ez szerintem előny. A tikok, a tikok! Vannak a tikok, de máskor is bele kell fognunk. Az lenne a titok. Sikerült, végre kijöttem egy rímből. Na srácok, hoztam néhány módot magammal, leginkább állatórakat, amiket fel fogunk majd használni, de vigye beszélünk róla, hogy mikor, meg hogyan. Hoztam, ami engem leginkább érdekel, hoztam marha ilyen tenyészetet, 200-as, meg 100-as férőhelyes, meg van 600-as, de egyébként ez a 600-as az akkora, hogy így ilyen epic nagy, szóval egy ilyen full földet majdnem elfoglal, az tényleg egy ilyen nagyon nagy. Szóval 600, igaz, hogy 600 férvehelyes, de extrém nagy. Ezekben ugye a gépekkel lehet forgolódni akkora ilyen ólak. Csirke az megvolt. Itt is van egy, amelyik, ez egyébként ez tetszik legjobban, ez 250 férvehelyes, de tök fain. Van itt is egy csomó fajta van, ezt igazából akkor fog kiderülni, hogy milyen, hogyha lesz annyi pénzünk, hogy le tudjam rakni, mert ilyenkor így hiába kattogatok rá. De kipróbáltam másik mapon már, mint hogy így mégis mekkorának lehet elképzelni, hogy ezek ilyen horribili, extrém brutális a gyerekek. De Keeper abba gondolkozik. Egyébként van, amivel szembesültem, ha jól emlékszem, de ezt írjátok meg, srácok. Ha jól emlékszem, meg van szabva, hogy a Farming Simulator 19-ben hány darab ólat lehet lent. Azt nem tudom, hogy van, hogy külön a csirke, külön a disznó és külön a marha, vagy pedig összesen, mert ezt lehet, hogy ki kellett volna próbálnom, hogy hány darab csirkeolat tudok lerakni, és hány darab disznóolat, mert azt hiszem, hogy ugye van az, hogy gyakorlatilag nem tudsz végtelen számot lerakni, szóval ezzel kalkulálnia kell a keepernek mindenképp. Na, meg ugye írtatok egy csomót, hogy egyelőre még ne fogjak bele itt a disznó dolgokba, ne disznókodjunk még gyerekek, de egyébként nekem nagyon-nagyon tetszene ez a disznókodás. Júj, összefakoltam a TS telepet is, gondoltam, hogy legyen meg az is gameplayen kívül, mert akkor nem azt látjátok, hogy húzingálom ide-oda a gépeket, most itt sorban van minden, ott vannak a gépek, ott vannak a kombájnak, itt vannak a borkocsik. Szóval minden, ami nekünk van, az itt van a TS telepet. Megtölteni nem töltöttem meg őket, csak annyi, hogy sorba pakolgattam őket. Akkor, srácok, kellene csinálnunk dolgokat, például kellene egy olyat, hogy le kellene pőremetezni azt a földet, meg ki kéne vonulni az ifával is, oda a föld végébe, mert lesz egy csomó feladatunk. Úgy gyerekek, a mai, júj, várjatok, annyit akartam még mondani, az 50. résznél vagyunk, hogy szombat reggel, ha minden jól megy, ha feltöltődött ez a videó, de arra gondoltam, hogy minden 50. résznél legalább legyen egy dupla sorskártya, vagy pedig lehetne azt is, hogy az 50. résznél dupla sorskártya, a 100. résznél tripla, a 150-nél meg 4 sorskártya. Hogy egy kicsit legyen még de jó, hogy ki vannak vágva az a pofák. Komolyan mondom, nincs ez a klausztrofób érzésem, amikor megyek itt a földön. De most ez halál komolyan nagyon jó, gyerekek. Imádó. Imádó. Na, pörögjünk, gyerekek, csináljuk a dolgokat. Most már ez az én földem. Ez az én várom. Mennyi testvérem az úrba. Most mi van? Ha. Ja, azért nem megy, mert benne állok. Csapjad neki, van. Te most le kellett ám engedni, fia, ő leengedi egyébként, de nem tudom, hogy miért, de van szerintem semmi. Meg kellene hoznom még egy gépet, ami legyen valami gyors. Ráva. Felengedélyezte meg, hogy múltkor megtisztult a ráva, azt egyszer csak koszosnak. Nem is tudtam, az esőben megtisztulnak a dolgok. Ez menni fog a műtrágya szóróval. Ez nem igazi trágya, gyerekeket mű. Ugye? Ja, írtatok egyébként sokat, hogy csináljam inkább azt, hogy neveljek malacot, meg birkát, mert a disznótermesztés, az tenyésztés az borzalmasan bonyolult. Hát ugye a disznóknak ugye tényleg elég bonyolult, mivel tisztán kell tartani őket, kell neki víz, legjobb nekik ugye a teljes értékű takarmánykeverék, akkor kell nekik szalma ugye alájuk, hogy ugye
tiszt, mármint szalma alájuk, szóval ilyen almot is kell, szóval eléggé összetett fölödött lenne, de hát nem tudom. Majd meg mindjárt meglássuk, csak annyit kellene csinálni egyébként, ezzel meg csinálunk egy olyat, hogy... Na, megint azt csinálja, hogy... Igen, el kell, érdekes, el kell indítanom, utána csinálja csak a dolgokat. Na, megtaláljázott 50%, az már jobb, mint volt, ugye 0%-on volt. Közben én nem mondom nektek, hogy ki kéne hozni a kombányokat. Ki kéne hozni a kombányokat. Most azon agyalok, hogy meg kell néznem a gépeket, hogy melyik van nagyon leszedálva. És akkor azokat meg kéne javítani. Egyébként annyira nincsen leszedálva semmi. Mármint, hogy olyan nagyon rossz állapotban nincsenek. Mert írtátok, hogy javítsak, de annyira rossz állapotban semmi nincs. Most meg ugye már nem kell... Ja, ne, ezzel nem indulunk el. Most már ugye, ha ránézek, akkor is látom, hogy mennyire vannak rossz állapotban. Oké, és kacok, csapjuk neki. De megmondom őszintén, hogy én csinálnék valamit ennek a résznek a végén mindenképpen, mert valamilyen szinten én szeretném elkezdeni ezt az állattenyésztés dolgot, és ahhoz, hogy állattenyésztést elkezdjük, legelőször építkezni kell, területekkel kell valamit csinálni. Ugye, mondjuk ezt a két területet összeszáll... Hú, valami, van egy ötletem már megint, na, hogy mindjárt már körvonalazódik közbe. 47 ezer. Írtátok, hogy cseréljem már ezt az ifát, ez a szemhordó ifát egy nagyobbra, mert az például tök jó lenne nekem, de most van is egy kis alaptőkénk. Hát nem tudom, az alaptőke. Mai nap, szombati nap mindenképpen szeretnék azért valami komoly haladást is elérni. Közben nézzük, az ifát is ki kellene hoznom, ezt meg már lassan ráállíthatom ide. Még egy növekedési stádiumban csinálunk egy olyan gyerekek, hogy le kellene még egyszer trágyázni, hogy 100% hozamunk legyen belőle. És egyébként lehet, hogy ezt el fogom adni, ezt a búza mennyiséget. És írtátok, hogy szántsam össze, mert az nekünk jó lesz. Úgyhogy erősen gondolkodok azon is, hogy össze lesz a szántba ez a kettő. Azon filózok most, annyira mondtátok ezt az ifát, hogy ezzel csináljon valamit, úgyhogy lehet, hogy ezzel fogok csinálni, várja. Kihozom a másikat is. Ja, lehet, hogy fogunk egy összeszántást csinálni. De én meg viszont nagyon szeretnék építkezni. Nekem ez az építkezés így tök feldobja a dolgot. És pénzt kellene gyűjteni, meg építkezni kellene, meg nagyobb gépeket kellene venni, úgyhogy... Ez a tipikus olyan, hogy megkerültünk egy ilyen körforgásba, hogy vajon mit kellene először csinálni. Mert mindenki egyébként mást ír. Mindenki mást ír, senki. Komolyan nincs két komment, amelyik ugyanazt írna. Írjátok azt, hogy először ugye vegyek új nagy kombájnokat, mert nem fogom elgyőzni a földet, igazad van. Tök igazad van. Valaki írja ugye, hogy jó az állattenyésztés, jó lenne megindítani. Lehet, hogy megfogadom a tanácsot, és akkor egy-két vetés forgót lenyomunk ezen a két földön, és akkor közben lesz a tojásból pénz. Lehet, hogy föltermeljük magunkat egy 500 ezer környékére. Megcsináljuk azt, gyerekek? Meg kéne azt csinálni? Mit szóltok hozzá? Figyeljetek, ez meg menjen a másik végén, aztán akkor lehet, hogy addig, amíg ezek itt dolgozgatunk, addig csinálunk egy olyat, hogy objektum akadályozza. Mit csináltál? Erre kíváncsi, csak F segítő. Milyen objektum akadályozza? Nem akadályozott semmi senkit. Jó, egymást akadályozták talán? Mit rágy, hogy nyomírtó? Tök jó. Egyébként ez a terület ez rohadt nagy, nagyobb szerintem, mint a mi nekünk ott az a területünk. Így gyorsan ebben visszaváltunk. Igen, lehet, hogy egy kis pénzt össze kéne szedni, egy ilyen 500 000 eurót, de egyelőre, hát ja, csak akkor már megint az ifát viszont tök lecserélném. Az ifát tök lecserélném, úgyhogy az a lehet, hogy fogunk csinálni valamit. Na, nézzük, hogy mindenki dolgozik okosba. Okosba mindenki dolgozik, jó. Egyelőre ezeket a kombájnokat sajnos nem tudom lecserélni, mert nincs rá pénz, ugye? Ez meg egy eléggé problémás dolog, ha nincs pénzük. Egy kicsit elrakom oldalra. Hát itt kíváncsi vagyok, hogy fog fordulni, meg nem akarnak fönt ezen a betonkerítések. Úristen, ezek a betonkerítések, ezek tök elkoptak, gyerekek. Ilyen volt Magyarországon mindenhol felénk. Azt mindenhol lecserélték a fém szalagkorlátra, meg ilyenek már nincsenek is. De durva tényleg nincsenek ilyenek, most így rájövök. Na, hozzuk ki az ifát. Igen.
Itt úton megyünk, itt talán nem lesz gond, de egyébként úgy lapul a gumi, mindjárt hosszadik. De komolyan. Én egy kicsit tanácstalan vagyok, mert igazából saját magamra kellene hallgatnom, nem leginkább. Mert mindenki ír mindent, valahogy kinek döntenie kellene, és ki más lenne, mint én. Hogy én döntenék abba, hogy mégis hogy kellene ezt kivitelezni. A műtrágy, elég lesz a műtrágy? A lószart lesz elég a műtrágy, a gyerekek, a lószart lesz elég. Várjál, itt gyorsan, lendületből, na, ja, lendületből, bazza, pont belakad, és Spanifer belakadt ebbe valamibe. A lényeg, sokat ne tartózkodjunk, a főregem, mert baj lesz. A műtrágya 38%-on van, még egyet fordul. Egyébként szerintem ezeket, ezt a földet, ezt jó húzzák le testvéreim az úrba. Ott meg van a második különbekedési szakasz van, ahogy látom. Jó, ez itt jó helyen van, gyerekek, megfordul, aztán akkor majd csináljuk. Akkor azon gondolkozok, hogy lehet, hogy kellene egy ifa csere, azt mondjátok. Mondtátok, hogy ezek a kamazokra cseréljek meg ilyen semmi valami csoda van. Egyébként hoztam másik terrautókat, hoztam egy Aviát, amelyik azért eléggé kultikus jármű, meg hoztam egy Lioszt, egy nyerges Lioszt, amelyik szerintem tök jó meg, ilyen kis szolidan, de tök jó meg van csinálva. Meg ugye itt vannak ezek a nagy dögök, a krasok. Uralom, az uralpakot be se raktam, úristen gyerekek, de jól néz ki. Azért ez is 18.600 literjével, meg ez szerintem ez beteg állat módjára menne. Ő mit csinál? Ő semmit nem csinál. 16.000 liter a tátra. Úgy gyerekek, nem tudom, várjál, majd most nagyon gyorsan pörögjünk végig. 23.000 liter 56.000 ér. Az mondjuk elég jó. 13.000 liter, de ezt nem is lehet nagyobbra. Pedig ennek a kidolgozása nekem ennek nagyon tetszik. Ez a tipikus ilyen orosz. De viszont ez meg ugye jobb. Gyorsan még végig sassantja a keeper, hogy mik vannak itt, mit tudnánk még, jó? Egy pillanat. Nagyon gyorsan, talán addig még dolgoznak itt a dolgozó. Dolgoznak a dolgozók. Nyergesbe is gondolkozhatunk. Itt van egyébként a 258-as cross, ugye ez az utcai verzió, nem összkerekes. Ez nem egy rossz dolog. 37.000 bekerül, és igazából megnézhetném, hogy ennek van egy nyerges. Várja, itt az Ural egyébként, 39. Itt van az Ural. Az Ural is nagyon jó egyébként. Az Ural is nagyon jó. Mennyi 39.000, mennyi volt a cross? 37.000, majdnem ugyanaz. Érdekes, hogy ez mi? Ezt nem értem. Ezt nem értem, hogy ez mit visz, meg mit nem visz, mert nem írja. 13.000 liter. Van nekünk tátránk, megint csak. Tátrára lehet rakni ilyet. 15.500 liter. Végig kell néznem. Meg akarom nézni a pótkocsikat, hogy félfótkocsiban van-e valamink. Valami autentikus frankunk, de szerintem egyébként lesz. Egyébként átrakókocsit is tök jó lenne használnom. A átrakókocsit, mekkora ez? 8000 literes. Vannak itt 70.000, meg nagynak nagyok, de az nem modolt. Nézzük meg a nyergeseket. Nyerges modolt akar, félportkocsikat jobban mondva. Na. Ó, 42.000-be kerül. 42.000 literes gyerekek. 34.000-be 48.000 literes. Ez egyébként nagyon autentikus, ez egy maszhoz való. És ő. 45.000 literes. Ó, és van 24.000, egy 22.000 literes, ami nem túl nagy. Viszont ez jó, várj, alapcél. Hát ez nem rossz egyébként. Tehát egy ilyen 22.000 liter elég jó. Ez például az Ural, vagy akármelyik tök simán elhúzingálná. 22.000 liter az nem túl sok. 45.000 liter az már mindjárt jobb. Ez van a crosshoz. Ez hozzá illik. Hú, srácok. Hát igen, csak viszont kellene akkor egy kis pénz. Az ifát mennyiért tudjuk eladni? Nagyon gyorsan nézzük meg a arást. Ugye nekünk ez az ifa menne el. Amelyik 8000-be fáj, menne. Jó, gyerekek, ezek mit csinálnak itt? Itt barátkoztak, vagy mi van? Aha, nem is baj, hogy megállította. Oké, semmi gond. Marian, ebben mennyi van? Jó, ebben van.
Ez már, ezzel megyünk innen. No probléma, gyerekek, no probléma. Mindjárt megtöltjük, azt mehet tovább. Ja, az a baj, hogy annyira pont határon vagyunk anyagi ügybe. Úgyhogy itt még egyelőre nem fog ez megtörténni. És hát... Azért nagyon sok pénz kell ide. Nagyon sok pénz. Egyébként ez a rába, nekem ez a legtökéletesebb. Tök dinamikusan, tök gyorsan mozog. Nagyon szuper kis verda. Jó lenne látni, hogy meddig csinálta, eddig csinálta. Oké. Okay. És akkor nyomunk egy hát, mehet is. Ó, meg se. Oda nézzetek, hogy szalad, bazza, szalad a rába, és tergel. Szinte inkább túl dinamikus már, úgy érzem. Itt mondjuk nem. Itt az nem csinálta meg. A permetező az nem jött ki a föld végére egyáltalán. Oké, okay, gyerekek, akkor a föld végét le kellene húzni, meg akkor meg kellene nézni akkor a másik föld végét, azt megcsinálták. Érdekes, hogy ezt a föld végét megcsinálják, az út miatt nem valószínű, hogy meg a másikat, ugye? Jó, srácok. Legszívesebben egyébként ide építenék ugye egy telepet, arról ugye volt szó. Nem tudom, még meg kell gondolni itt a dolgok egy gyerekek, meg kell gondolni. Csak az a baj egyébként, ha ide építenék egy ilyen telepet, akkor valószínűleg itt azért nem lenne túl jó például, amikor itt aratok, meg beteg. Lehet, hogy ez a két föld, ez meg fog nekünk maradni, és igazából annak a földnek a végébe csinálnám azt a telepet, ahol ugye léteznénk. Gyerekek, most össze... Jaj, oda néz a rába. Elment az eszed? Hova mész, testvérem? De ugye nem oda akarsz fordulni, hallod? Ott már le van húzva. Várjál. Bele is akadt a földbe, oda nézzi. Na, neked ez köllött? Menjünk innen. Most ide be, most be, annyira bele kellett jönnöd, testvérem. Itt mennyi végig, aztán meg vagyunk ám, ne zavarjon egyáltalán. Kb. A szélére igazítsuk. Oké. Okay. Jó, menjen végig. Ránézünk a térképre, mindjárt jobban látnám. Mi nekünk a megtrágyázott érdekel. Megtrágyázott, igen, azt húzza le az égét. Jó, ott is egy kicsit gömbben bele kapkodtak. De annyira nem rossz. Ugye a gyomorsodás miatt nem látta itt trágyázás, de jó van. Itt meg már kétszer húzza. Ez egyébként még egy vetés, vagy még egy növekedési stádiumban le kéne trágyázni, ezt akkor 100%-os lejönne róla. Ha már egyszer nem, gyerekek, egyébként ezt ugye kikapcsolom, ez nem kell. Ez meg csak egyszer van trágyázva? Ez milyen szar van ott azzal? Ja, hát igen, mert ugye most az csak kultiválva volt. Ugye azt meg vetni kéne. Lehet, hogy össze fogom szántani egyébként. Hogyha ezt learadtuk, lehet összeszántam. 11-es, 10-es, 9-es össze lesz szántva, azért egy ilyen horribil és nagy terület lesz. És 8-osan akkor meg csinálnánk a dolgokat. De össze fogom én szántani. Legyen egy. Ezt nagy gépekkel majd gyorsan beígzünk vele a gyereket. Na várja. Úgy, ezt lehúztuk. Annyit kellene megnézni, hogy igen, a trágyázás se tökéletes. Úgyhogy azt is lehúzzuk a végén. Mindjárt, csak induljon ez vissza. Oké. Okay. Jó, a végét megcsinálom, ugye itt vannak problémák. Tökéletes. Hát aztán lehet, hogy bele fogok addig pörgetni az időben, hogy nőjön meg. Nem tudom mennyit bukunk, hogyha nincs még egyszer megtrájázva valami, nem tudom hány százalékot. Lehet, hogy ránézek. Aztán akkor várja, nézzük rá. Infóra, itt meg tudod nézni egyébként. Betakarítás, gyógynövények. Gyökérnövények, én meg azt olvastam, hogy gyógynövények, hülye vagy. Na itt van. Plusz 25%, hogyha kétszer trágyázom. Szóval azért az nem olyan rossz. Tehát 25% plusz, hogyha egy negyed éve még többet kapok, hogyha még egyszer legtrágyázom. Úgyhogy az esélyes, hogy ez meg fog történni. Sőt, ugye bele is pörgethetek már most az időbe.
Igazából annyi a lényeg, hogy még egy növekedési stádium legyen. Szóval akkor mehet még egyszer elvileg, nem? Ma izé meg nem számít a... A... Jogirtózás az meg nem számít, hogy mikor csinálod. Oké. Okay. Meg is történt, szerintem küldöm is végig rajt. Legyen meg. Megtöltjük. Ó, ezt kell érdemes volt idehoznom, hallod? Úristen, gyerekek, nem indítottam mi órát. Hát körülbelül sorskártya időpornal, ugye? Gyerekek. Egyébként már tripla részt tervezek. Jó. Annyi, hogy ezt elindítom, azt akkor csinálja. Csinálja, és akkor közben, ugye dupla sorskártya, akkor minden 50. résznél, 50-es résznél dupla sorskártya, 100. résznél tripla sorskártya, és így tovább, attól függően, hogy meddig fog menni az, az egész móka, így lehet, hogy elérünk addig is, hogy ilyen 10 sorskártyát húzunk ki egy a rész, vagy egy részbe. És az, hú, bazen, az dupla sorskártya meg tudja itt dolgokat barítani nekünk. Nézzük meg akkor itt mi van. Főleg, jó, igen, akkor meg kéne még egyszer ezt műtrágyázni. A, figyeljetek, 25% az nem kevés, meg minél nagyobb a földet, annál több, ugye. Egyébként ki kéne hozni a... minek nevezik? Az ekét is, hogy akkor már ezt, meg össze is húzzuk a francba, azt meg vagyunk gyerekek. Na jó, ez meg indulhat meg még egyszer. Jó, csapja neki, halljátok? Hát az van. Akkor dupla, vagy csináljuk a sorskártyát. Kicsit lomos az asztalom, úgyhogy ne nézzetek körül. Ilyen izék vannak, ilyen tipikus ilyen képek, ugye, amik Tindex képnek használnak, azokat szoktam szerkeszteni. Na, akkor megkeverem, és akkor dupla. Mindenképpen dupla sorskártya. Kíváncsi vagyok, hogy miket... Gyerekek, úzsorás, keres fel téged, 100 eurót vehetsz fel tőle, de pontosan egy hét múlva 150 ezeret kell, hogy visszafizess. Akkor jövő szombat reggelig vehetek fel 100 ezer eurót, de 150 ezeret vissza kell fizetni. Gyerekek, én ebben benne vagyok, halljátok. De akkor ne felejtsük el, hogy jövő szombat reggel 150 ezeret kell visszafizetni. Figyeljetek, szerintem ez tök jó, ez nagyon jókor jött. Akkor ezt mindenképpen ezt meg is csináljuk mindjárt, de akkor ugye húzunk még egy sorskártyát. Mindjárt buktam 100 ezer eurót. Na mindjárt várjunk. Megtört a legdrágább géped, vagy fizest ki a javítást, értéke 10%-a, vagy nem használhatod, míg nem fizetsz. Öcsém, nem is... Na jó, akkor az így imádni való sorskártyák, nem gyerekek, brohat jó. Akkor először is, ugye, 100 000 euró, és szombat, jövő szombat reggel vissza kell fizetnem, nem felejtsük el. 1, 2, 3. 100 000. Oké. És akkor nézzük meg, melyik a legdrágább gépe, ugye gépről van szó, és annak a 10%-át ki kell fizetnem. Hát ezt a legjobb a garázsba ugye megnézni. Nézzük, melyik a legdrágább. 7000, 7000, 42000, 47000. Gyerekek, 47, igen, a kiról lesz a legdrágább, 47000. 4700, 10%-át kell kifizetnem, ugye? 10. Akkor 4700-at le kell vonnom magamtól. Jó, hát ez, ilyenkor még nem olyan veszélyes, hogyha nagyon drága a gépünk lett volna, akkor igen. 4700, tehát mínusz 4700. Oké. Okay. Viszont akkor most van 142 000-ünk, amit most nagyon jól kellene elköltenünk, gyerekek, most nagyon jól kellene elköltenünk. Jó, ez csinálja csak a dolgokat, a truck, az MTZ-t le kéne hozni, de addig, amíg ez megcsinálódik, addig ki kellene találnunk valamit, gyerekek. Hogy mit, mégis akkor mit? Akkor megvegyük a izét, megvegyük az ifát, eladjuk, megvegyük a kamaszt. Vagy valamelyik izét? Valamelyik nagy dögöt?
Nem hiszem el, hogy uralma nincs valami nagy. Nézzük meg még enne ezeket a terrótókat. Nagyon el kell, de az a baj, hogy ugye azért sok pénzbe kerülnek, és azért el kéne dönteni. Egyébként elmondom nektek, ez érné meg. 23 ezer és 56 ezerbe kerül. Ez érné meg, gyerekek. Egy ilyen érné meg. Kapacitás. 16 ezer. Miért csak 16.300? Nem, már nem, hülye vagy? Mi az, hogy 23 ezer liter, hogyha egyszer? Ha? Ja, így 23 ezer liter. Ja, plusz, az a plusz. 23 ezer liter. Gyerekek, azért ezzel lehetne döngülni, nem? Kerékminta. Forward. Ah, jó, ezzel mintha magasabb lenne, ezt viszem. Kerékbeállítás. Milyen tető legyen. High vagy low. Visszaverőcsik. Fény visszaverőcsik. Tök mindegy. Három ülés vagy két ülés. Két ülés. Design 1. Milyen tükör legyen. Ami jó retro. Ez jó volt, nem? Vagy... Ez jó. Ez mi az? Ő kormánykerékom, ilyen design. Jó, van egy. Milyen legyen a belső tér? Milyeneket lehet, gyerekek? Jó, 210. Remélem, hogy az a lóerő elég lesz arra, hogy ezt a mennyiségű dolgot elvigyük, de viszont a kabin az már legyen, milyen piros legyen. Sárga legyen a kabin. Ez meg legyen narancs. Mi? Vagy pedig legyen ez ilyen. Ez meg legyen narancs. Ez jó. Kamasz. Oké, okay, vásárlás. 56 ezerbe kerül. És ugye akkor az ifát azt meg eladjuk a francba. Mondjuk le, meg is tarthatnám, 8000 nem egy olyan nagy kunst. Nem? Gyerekek! Nézzük, ugorjunk a volthoz aztán. Ó, ez jó lesz. 23 ezer liter, az 23 ezer liter. Gyerekeket befér a izé alá? Csilló alá? Nézzünk egy belsőt. Ó, hát ez egy gyönyörű gép. Ez jó lesz. Meg mennyibe megy? 90 a gyereket. Még gyorsabban leszünk. Apáma. Nagyon lassan fordul át a kormány, figyeljünk erre. Ugye tök szar, amikor ilyen lassan fordulnak át. Kíváncsi vagyok, milyen lesz a terepen. Remélem, hogy azért egy kamoz, hogy jó lesz. Igen, nagyon-nagyon lassan. Csúszik. Nagyon csúszik. 35, 30, 25. Ajaj. Ajaj. Baj van, gyerekek. Ez nem terepre való, öcsém. Gyorsan, mert ide be fog állni ez. Jó, oké, akkor ezt a terepre nem szabad rávinni, gyerekek. Ez jó, de a terepre ne vidd rá kategória. Meg úgy csúszik, nagyon csúszik. Hiába tekered ki a kormány, nem fordul el. Esküszöm, gyerekek, elég érdekes. Mármint így úgy tolja magát, mint az állat. Hát ezt kíváncsi leszek, ezt megrakjuk szemmel, apám. Várjál. Kíváncsi vagyok, hogy billent. Hátrafele billent, az viszont szereti a keeper, hátrafele billentést. Csak nem tudom, milyen magas lesz ez az egész, hogyha... Fék, figyelj! Nyomom a féket, nagyon nehezen áll meg, júj, ez nem tudom, mennyire lesz jó, gyerekek. Nem csak jó lesz. Azt a betje nem fordul. Nagyon-nagyon nehezen fordul, nagyon csúszik. Egyébként tarlón egész jól elficereg még. De máshol azért nem nagyon szereti. Jó, hát ezt itt hagyjuk, azt aratáshoz azért ezt fogjuk használni. Hát remélem, hogy jó lesz, gyerekek. Remélem, hogy jó lesz. 23 ez a liter, ennél jobb egyébként nem köl. Itt meg mi a helyzet? MTZ azóta itt ketyeg? De jó. Lehúzom keresztbe, azt meg is vagyunk akkor. Be is pörgethetünk egyébként az idővel lassan. Itt lehúzom, ugye ez a vége, itt ez nem szerencsés. Műtrágya 15%, talán elég is le... Hogy a francba elég most a műtrágya? Ezelőtt nem volt elég. Valami csinobli van itt, halljátok?
Nem nagyon értem ezt, de jó van. Jó van, jó van. Aztán ugye, hogyha aratunk, akkor minden... Ú, gyerekek, van még 85 ezerük. Még azért lehet, hogy egy, még egy kombányba is belefognak a keeper. Jó, most aztán nagyon elkapattam magam, fölvettem a 100 ezer hitelt. Fölvettem az uzsora kamatra, gyerekek, a hitelt. Az igen? Jóó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 
van, akkor meg valami lehetett megállítani. Ja, megnézhetnénk a kombájnokat, mert azért itt... Vagy pedig vetőket. Véletlenül, váratlanul abba hagyta a munkát. Nem mondod, hogy ott hagyta abba, hallod? Láttad, hogy hagyta abba? És le van mindenhol. Ez tök jó. De egyébként ezt itt nem nagyon művelték meg, ezt a területet. Jó, van, ott adjon meg. Itt keresztbe lehúzom még. Akkor az legyen meg, mert azt tudom, hogy nem csinálta meg jól. Aztán pörgetünk az időbe, azt mehet, akkor mehet az oratás. De lehet, hogy egy... meg kellene néznem egy izét. Igen. Meg kellene néznem egy kombányt, valami nagy a kombány. Csak az a baj, azok a klasszok is nem olyan túl sokkal szélesebb a vágóasztók. Azt hiszem, hogy ezek 6 méteresek lehetnek talán, amit ugye használok. És azok is ilyen 6 méter körül vannak. Szóval nekem ez egy kicsit zavaró tud lenni. Na, oda is szórtam. Ja, hát az is az én földemdik. Várja, így akkor le lehet szórni egyből. Kultiválás után le is szórhatnám, de nem kell, mert ugye a vető az majd lefogja. Jó, semmi gond, gyerekek. Minden rendben van. Egyébként nagyobb vetőket viszont lehet, hogy vennék, srácok. Nagyobb vetőket lehet, hogy vennék. A vetés is, még az aratással még ugye elvickélek, de a vetés az ilyen borzalmasan lassú, nem, srácok? Na mindegy, pörgetjük az időt okosba. Mehet. Menjen egy 120-szal, nem kell nekünk túl sokkal. És akkor nekiállunk aratni, de várjál, nézzük már meg a kombájnokat. Higgyétek el, hogy ezek... Tudom, hogy jó, klassz, meg minden örülünk, de... Annyira ne... Hoppa. Ugye itt van a izé. Meg a... Melyik, nem tudom, hogy ezt... Motorbájtás. Ja. 7800 liter érte. Ez... 18-as a legnagyobb. 8000 liter. Ez elég szomorú, nem? Mert érted, ez meg 6000 literes. És 6 méteres vágóasztallal vagyunk. Ez 5500, ez 14500 literes. Ezek érdekes adatok egyébként. Nem a leghitelesebbek szerintem. Aratószerkezetek is. Az aratószerkezetek is. Márjál már. A 600-as. Gondolom, ami 6 méteres, ugye? Ez 6 méteres lehet? Mint egy kicsit szélesebbnek tűnne. Csatoló. Szembargo. Ez mi az, hogy kinyitható? Mi az a Rapeseed Model Clut? Vágom. Na mindegy, gyereke. Ez a dilemma egyébként, hogy a kombájnokon egyelőre nem nagyon tudok nagyot növelni, bár persze jó lenne, hogyha nagyobb, de nem is olyan sokkal nagyobb a mag, érted? Meg ha figyeld, ennek ez egyébként ez a donok ezek túl jók, mert ha megfigyeled, hol a donnak a vágóasztala? És ezek mind ilyen ideig, ugye ilyen 5,1, 5,3, 5,6, és akkor ugye itt van, ő is 6. Amelyik elég érdekes, ugye, de nem... Mi volt az 6,7-es? A Forsythnak 6,7-es. 5,7, 5,5. Ezek ilyen tök picik. Bár mondjuk akkor vernék rá új vágó, azt az valószínű fölmegy rá, a klassz megára, és akkor föl, nem tudom, a... Márja, pillanat még hadd nézzem, a nem modoltak közül ugye, és tudnék esetleg felrakni rá. Mondjuk 12 méteres New Holland, nem tudom, lehet, hogy el is vinné, érted most. Miért ne vinné el? Azért a... Azok a klasszok, azok elég nagy kombájnok.
Ja, és a vetőkön talán tudnék egyébként egy kicsit nyerni. A vetőken. Azon erősen gondolkodok. Meg ugye mindjárt lemegy a nap. Sajnos, úgyhogy az mindenképpen reggeli pörgetés lesz. Úgyhogy az 100%, ne haragudjatok, de éjszaka nem szeretek hívni. Jaj, nem, van megint eső, ne borítsatok, hallod? Megint eső? Nem akarok esőt. Figyeljetek, pont reggelre megint megjelent az eső, és mindig így járok. Figyelj, á! Eső végéig pörgetés. Legalább a tyúkoktól jön a pénz, mint az atom. Elállt az eső, egyből megállítjuk természetesen. Jó, visszaállok a rábával. Egyébként lenne neki feladat. Ki fogja hozni az árut. Most nagyon agyalok, meg kéne nézni az állatok, hogy hogy állnak. 2800. 2000, 2000, oda legyek, hogy van, legyen nekik. Jó, van nekik, ez jó. És úgyis aratunk, úgyhogy tudunk nekik behordani. És esélyes, hogy egyébként fogunk behordani nekik. Mindenképpen. Figyeljetek, 6 darab van, ugye? 6, 30 ezeret beordok abba a tárolóba, 5 ezeret be tudok önteni darabonként. Szóval 30 ezeret elviszünk oda, akkor az ugyanért elég. Sőt, nem azt kéne csinálni, hanem 60 ezeret eltárolni. Ugye 60 ezeret tudunk eltárolni. Azt csináljuk, hogy gyerekek, hogy 60 ezeret eltárolunk. És akkor az a tyúk oké. Ez lesz gyerekek. Jó van, oké. Csak bocs, csak gondolkodok. Egyébként ez szerintem már várható ám ilyenkor. Igaz, hogy esik az eső, de ugye ez még csak így az effektje így beragad. Jó, oké, jó vagyunk. Igen, vetőt azt lehet, hogy fogok venni. Erősen gondolkodik rajta ki. Na, kíváncsi vagyok itt a kombájnak, hogy fognak fordulni itt a föld végébe. Meg erről egyébként le fog jönni egy csomó pénz. Addig, amíg egyébként ezt vagy aratunk, addig a tojásokat tudnám rendezni. Bár rendezzük a tojásokat, megnézem, hogy hogy állnak a tojások, jó? Annyi, egy pillanat, gyerekek, tényleg. Hogy állnak? Csak ránéz a keeper. Tojások, a tojások. Na mi van? Az info. 7000 liter, 5000 liter, 7000 liter, 7200 liter. Azt nem mondod, hogy fullon van, nem ér? 7200, 480. Érdekes, hogy miért van fullon néhány izé. Ez 0 liter, ez 1700. 7200. Ott egy csomó miért? Itt miért jobb ez? Ez miért jobb? Számít, hogy mennyi gabona van nekik? Nem, minden, ugye? Kíváncsi vagyok, melyik ennél van a legtöbb. Ennél van 9000, és ezt most megjelöltetem. És nem van, ott van a legtöbb, úgyhogy ez nem az. Viszont a tojásokat tök simán el tudnám adni. Abból lenne pénzünk. Közben nézem ám az aratást. A tojásokból megint lenne pénzük, a tojásokból. 70 liter, 0 liter. Nem, ott szerintem ott hagytunk be az a tojásokat, vagy nem tudom, mert máshol meg nem olyan horribilis a nagy mennyisége van. 7200, 2100, 2000, az melyik? 235, lehet, hogy rosszul néztem. Jó, egyébként lehetne pár százezret kinyerni belőle, de nyugalom, nyugalom. Nem kell egyelőre, még ebben ugye nincs sem ennyi, de van 3200. Ezt kinyerjük belőle, és akkor hozzunk ide 30 000 liter búzát. Mindenképp okamozzal már, ugye? Jó, oké, semmi gond, gyerekek. A másik, az ifát azt kihagyom, mert úgyis fogjuk használni. Másik ifát egyelőre nem adom el. Most miért? Hát, hogyha köllöz még, hogy állunk 52%. Az a baj, én attól félek egyébként, hogy ebbe beleküldöm azt a mennyiséget, és le fog ezt kockodálni. Főüdeken. Ez lehet, hogy nem tesz jót neki. Igen, a vetők. Közben megnézhetem néma vetőket, gyerekek. Megmutatom, hogy melyikre gondoltam. Küldtetek nagyon jó vetőket, és van egy, amelyik nagyon bejön. Itt van ő. 6900 liter fér bele.
Rohadt jól, egyébként annyira jól néz ki, nekem ez nagyon tetszik, nézd már meg milyen jó. Ilyen tipikus, ilyen forsít, ilyen rettenet. És... egyébként közvetlenül is vethetnék földbe, előtte nem kell talajlazítást végeznem. Én ezt nem vagyok benne biztos, hogy ez nem kell talajlazítást végezni. Én ezt nem tartom valószínűnek, mert nincs előtte ugye kultiváló szerkezet. Tehát valamilyen szinten egy ilyen kis csites bugos. 8,7 méteres. A másik az mennyi volt? 9. 8,79. Én jobb mindenképpen ez. Az jó lesz nekünk, gyerekek. Jó, oké. Kimegyünk egyet üríteni. Kipróbáljuk a kamaszt, és akkor lehet, hogy vetőcsere lesz. Mennyibe került ez a vető? Mert azt nem néztem még, én hülye. Minden nézek, csak az árat nem. Azt hiszem, hogy én vagyok itt a Jani gyerekek. 31 ezer! A mostani vetők azok nem voltak ilyen drága. 31 ezer gyerekek. Az azért aranyos. Az azért aranyos. Ugye ürítünk egyet mi itt-ott, amott. Ja, parázok tőle, hogy beletörik a bicskánk ezzel. Hogyha meg lesz ragva, nem tudom, hogy ez mennyire fog menni. Egyébként olyan slippje van, mint az állat. Ez nem igazán terepre való. Ez a kamo. Az lehet, hogy egy crust kellett volna, vagy valamit. De ugye ennek tök nagy volt a tároló kapacitása. 40%-os slippje van, gyerekek. 43. 44. És van benne, izé, van 5000 liter gabona. Bajok nem kicsik. Hajok nem kicsik ezzel, apám. Ezek pont megtelt. Hát ezt kifogtuk, gyerekek. Jó. Ja, akkor kellene vennünk, gyerekek, izét. Vegyünk olyan vetőt? Na várjál már. Kettő vetőt? Lecseréljük ezeket a... Az anyád, úristen, hát már... Olyan magas az oldala, hogy épp, hogy be tudod viszélni, be tudod kasztani oda. Ja, úgyhogy lehet, hogy veszünk olyan vetőket. Nem tudom egyébként, gondolkozok rajta, hogy elkezdem használni, úgyhogy egyből földbe vetek. Ha már egyszer benne van az a funkció, igen, nem tudom. Nem tudom, tök használnám, mert annyira tudnám élni, hogyha nem kellene kultiválni ekkora területeket. Jó, minden, ebben a részben még lekultiválom, jó? Aztán majd meg fogjuk látni. Na figyeljetek, veszek egy-kettő darab olyat, nem? Szóval szóljon. Kíváncsi leszek rá. Remélem, hogy jól működik, hogy vegyünk egyet először, hát veszünk egyet. Már veszünk egyet, mert... És megpróbáljuk a szóját egyébként most, mert most szerintem elég sok búzánk lesz. Egyébként egy csomó mindent nem tud ez. Ezt nézem, hogy... De, jó lesz ez. Meg ennyit kell, hát ezenek így kell működnie. 35 ezer gyerekek, hát ez jó drága, hogy rohadjon meg. Mindjárt megpróbáljuk, hogy milyen, jó? Valamivel kéne oda menni, sőt, lehet, hogy azt kéne, hogy elugratok valamivel. Jó, mindjárt várjátok, gyerekek. Hello, ifa! Az ifa, vi? Milyen jó szolgálatot tesz, hogy ezzel így ki tudom vinni a magot, meg ilyesmi. Az baró jó. Egyébként a magot azt, tudnám azt is csinálni, hogy beleöntözöm egy pótkot, csak oda nézzél, mit mivel hallod. Mit csinál az? Az jarat. De miért hagyod ki ott egy ilyen részt, egy ilyen pupot? Ó, te fiú, ma megint érdekes dolgokat csinálnak ezek. Ezt berakom, azt elmegyünk azért a betőgépért. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, gyerekek, jó? Rohadtul kíváncsi a keeperre. Egyébként a tojásokat adnám már majd, akkor ugyanabban lesz pénz, csak megint kell nekik egy csomó búza. Lehet, hogy ezt ja, 60 ezer búzát gyerekek betárolunk, és a többit eladjuk, oké? Okay? Ezt fogjuk csinálni, ez lesz a projekt. Az a lényeg, hogy mindig legyen betárolva. Sőt, jobb ötletem van, majd meg fogjátok látni. Mindjárt meg fogjátok látni. Jó, ezzel elhúzunk. Elhozom a vetőt. Ez egy 36-tal hatalmas sebességgel tudom húzni. Rohadt kíváncsi vagyok rá, arra vetőre. Jó nagy.
Ugye ezek 6 méteresek ezek a GD-k, az meg 9 méteres, szóval kettő olyan vetővel a 3 GD-t ki tudnám bántani gyakorlatilag. De ha 3 olyan vető lenne, akkor meg az még jobb lenne. 3 olyan vetővel 27 métert húzna egyszerre. Így meg 3 vetővel húzó 18 métert. Érted? Olyan 10 méter lesz ügyű, hát az nem kicsi, azt a vegye. Meg ugye minél nagy, szélesebb bevetőd, annál kevesebbet kell fordulni a föld végén. Vágod? És az rengeteg idő. De erre rohadt kíváncsi vagyok, hogy ez hogy van. Ezek 3 pontos kell, úgy látom. Jó, ezt akkor elvileg el tudom így rángatni, ugye? Aha. Jöcsém, ez tök jó, és tök jó néz ki, hogy ott vannak a magok. Egyébként azt a betyár, ez meglökött minket. Egyébként azt bírom ugye, hogy írják, hogy... Úgy gyerekek. Azt érdem. Az a baj, hogy ennek a... De, jó. Ennyire le tudom vinni a vonalpontját. Ugye lehet emelni, meg csak, jó, a jobb gomba, aztán így épp vagy el tudom húzni, hát öcsém. Ja, azt akartam egyébként, lehet, hogy meg kellene itt töltenem. Álljál már meg. Mondjuk az nem lesz kevés pénz ezt megtölteni, azt nem mondom nektek gyerekek. Hát lehet, hogy nem az M10-ők kellett volna jönni, várjál izé meg, fú, de sok a munka. Ettől a komosztól rettentősen félek. Viszont instant indul, az nem egy utolsó szempont. Jaj. Viszont 21-el megy, jaj gyerekek! De komoz, ez bajos jószág. Bajos jószág lesz, 220 lóerő és nem tudod följebb rakni. És azért tud küzdeni, mint disznó a jégen. Na. Figyeljetek, ezt le. A másik az épp fordul. Menjél már, bazze! Ide bazze! Emiatt az miatt a Rea mód miatt ilyen extrém erős gépek kellenek. Nem csak olyanok, mint ahogy te elképzeled. Kicsit ez egy ilyen, elég nagy nehezítés az a játékban, hogy ez a Rea mód benne van, mert azért itt lehet szívni rendesen. Üritse, meg ennek a csöve öcsém, amire kinyílik, bazza. Na. Oké. Okay. Viszont az tök hálás, hogy nem kell folyamatosan futkoznom ezzel a géppel. Jó, ezt el is viszem gyorsan tyúkokhoz, beöntöm, azt majd szortírozom ugye a másikkal, a kosba. És ki is találtam egyébként valami nagyon, nagyon jó ötletet. Valószínűleg úton egyébként, közúton tök jó fog menni ez, csak hát... Igen, ez így egy kicsit nyögvenyelős. Na. Rúg mind a disznó, meg ereje sincs. Egy kicsit túlméretezett ez a puttony neki. Jó, hát egy kicsit kemény, kicsit sok. Na hát ezt majdnem pont elecsaptuk. Jó, figyelj, hogy el lehet vele mozgolódni, azért annyira nem rossz. Így is egy 15-16-tel elmegy, az a lényeg, hogy szerintem, hogyha ilyen kultivált területre rámennék, akkor az egyből most legotkodálnánk. Hát igazából tök jó, mert figyelni kell, hogy nem, ez nem terepjáró. Majd kivágodunk okosba. Aha, meg nagyon ortolós, nagyon alulkormányzat. Ezen nincs is csatoló? De van rá csatoló, ez még egy pautot el tudna húzni. Ha jó, ez figyeljetek, elég gyors, elég nagy. 22 000, vagy 23 ezer liter, azért ez hallás tud lenni. Kocsis volt, ezt simán előzzük vele. Jó, ez gyerekek. Ezt élem, jó, remélem, hogy be fog férni a siló alá. Mondjuk ennek nagyon nem kell beférni, ennek ugye csak öntenie kell. Kanyarokat nem szereti gyorsan menni, ortolós, ott figyelni kell.
De tök jó, egyébként szép, jó, ki van dolgozva. Azért ez a tipikus gumi szőnyeg borítás, mi? Hát, szerintem jó, jó lesz ez gyerekek, nem lesz ez is semmi probléma. Mindenképpen előrelépés. És lehet, hogy el is adjuk azt az ifát. Mert komma minek. Ja, hát hátrafele billent. Jó lesz ez gyerek. Én ez így a keeper. Na arra gondoltam ugye, ebbe 30 000 liter fér. Tehát, az pontosan 5x6, az 30, és 30, akkor minden egyiben menne 5, ugye? Minden egyi csirkeholba menne 5, és akkor megint behordasz 30 ezeret ide, ugye ez 60 ezer ide, és akkor minden egyiben be lesz kapásból 10, meg ami benne van, szóval 10-valahány ezerre fölmegyünk. Szóval akkor most egyelőre biztos, hogy ki fogunk bírni egy csomó időt. Úgyhogy ebben gondolkodik a képe, hogy 60 ezeret beáldozunk a csirkéknek, de azt egybe be is visszük. Mondjuk egy kis belső nézetet. Alsó szeg. Kamasz! Ja, hát 90 a vége, de amire eléri azt a sebességet, arra nem legyen a kanyarokba fékezni kell, mert az Audi majdnem összetörtük az Audi V-forrát. Mondjuk kimehetnék már fő. De egyébként, hogy a fákat eltültettük, az egy hatalmas dolog, ezt imádom. Nézzük már meg. Ha kíváncsi vagyok a másik végével, azért jó boldogulnak-e. Jó, ezek bőven visszaérnek. Mit akartunk csinálni? Ja, a vetővel küzdöttünk még az előbb a MTZ-vel, hát az lehet, hogy küzdelem lesz, nagyon. De mondjuk vehetnék akkor, itt megvehetném, ugye a magot. Egyébként javasoltatok egy olyan, várj, ez hány ezer liter? Jó, hát ezt tudom, hogy pénzbe kerül, sajnos muszáj. Hogy csináljuk az gyerekek, hogy ne kultiváljak? Mit szólnátok ahhoz? Mit szólnátok ahhoz? Lehet, hogy azt meg nem tetszik nektek. Az a, igazából szerintem nem egy hatalmas rossz dolog az. És már megint megvan telve a búza, úgyhogy egy idő alatt. Elé is megyünk az eseményeknek. Egyébként ez üresen sem egy sokkal gyorsabban itt a tarlón. Nem, meg lesz ez, semmi gond. Egyébként szépen megy az aratás, kombájnak nem nagyon állnak. Itt egy kicsit figyelni kell, mert itt ez szépen összeakadsz a kombájnal. Hát ez pont ki lett számolva, oké. Legvégét le kell húzni sajnos. Majd legközelebb is úgy, vagy legközelebb azt csináljuk, hogy az egyik majd elindítjuk keresztbe. Egyébként ezek a donok, ezek túl jók. Az a nagy baj. Jó, hát ez meg maradjon itt egyelőre. Menjünk az MTZ-re, azt töltsük meg addig, amíg fordul. Na erre rohadt kíváncsi vagyok, azt a betyár gyerekek. Hát nem csoda, hogy ebbe sok cucc kell, apám. Érdekes, hogy mindenki nyillott. De tölteni nem akarja. Várj, ez nem ilyen... Ez nem trágyáz? Ezt nem mondta, hogy ez nem trágyáz. Hol vagy... Vetőgép. Oh my god! Ez nem trágya ez. Hát de miért nem? Ó, hogy ez rosszabb nem ette meg. Ez nem trágya az gyerekek. Hát ez nem vagyok boldog tőle. Jó, és ez...
Egy kicsit nem MTZ kompatibilis, ezt még elhúzni se. Nagy darab vasat. Ó, gyerekek, nem trágyálsz, hát nem vagyok boldog tőle. Ó, te fiú! Hú, hát ezt újra kell gondolni a keepernek, mert ezt azért szoktam szeretni, hogy... Na. Szoktam szeretni, hogy trágyáz is. Na, egy folyamatot megúszol. Ó, fiú! Mondjuk a trágyázás az baró gyorsan megy ám. Ugye azzal a szórossal is. Lehet, hogy akkor figyeljetek a kultizás helyett, ugye hat kultizzon, akkor a trágyázást én végzem el. Ez csal, nem? Aztán akkor ugye, igazából a folyamathoz ugyanúgy még egyszer végre, mert nem, de nem mégse a trácsákkal. Hát lehet, hogy az lesz, gyerekek. Nem tudom, írjátok meg, vagy nem tudom. De egyébként ennyi erővel vehetnék rendes... Figyeljetek, van vetőgép, ugye? Ez hány méteres? 6. Viszont 9 méteresben van 104 000 ér olyan, amelyik ugye valóban... Ugye ez valóban van rajt gyakorlatilag talajlazító. Ennyi erővel megcsinálhatnám azt is. És akkor nincs az a bita, hogy jaj, mert ugye nem talajlazítva, és olyat használsz. Csak hát ez 100 000-be kerül. Ó, atya Isten. Na minden... Most ez nem vagyok kibékülve ezzel. Komolyan mondom, lehet, hogy eladom. Egyébként nagyon gondolkozok rajta, hogy eladom. A rohadt életben. Ó, nem vagyok boldog. Nagyon nem. Most ez nagyon kiábrándítom, meg még ráadásul egy magot bele is dobtam. Jó, mondjuk az a legkevesebb, nem is tudom, 900-ba kerül, 900 euróba. Jó, van, eladom, gyerekek. Hát ez, és nem követelem vissza a pénzt, úgymond, mert az én saram volt, hogy hülye volt a keeper, jó? Eladom, gyerekek. Nem, hát nem, nekem nem jön be. Baze, hogy meglök minket, ezt hallod? És mi van, minek megyünk neki? Nem is megyek neki semminek. Próbálom. De nem is megy neki semminek. Ez úgy érzékelő, mintha neki megyünk valaminek. Hallod? Azt nem is mész neki semminek. Várjál. Öcsém, ennek az MTZ-nek mekkora fordulóköre van? Hát a lábával tisztán megfordultam volna. És már mindjárt megirizé, megint megtelik. Most ez csalódottság vett úr... Csalódottságban van a keeper. Na, viszont az elejével tök jó tudott tolni. Az magasabban van az a vonó szemre észre, ezek szerint megy az a vonó. Bono pont, ugye? Ez magasabban van. Mondjuk akkor az nem hülyeség. Mindjárt, oké, meg lesz. No problemo. Ezt még elfelejtem, hogy az elejével is lehet. Az érdekes egyébként, hogy így átmész dolgokon bele, meg mit tudom, mert hát... Jó, ezt eladjuk, gyerekek. Buktam rajta csomó pénzt. Hát egy ilyen 5000-et minimum. Jó, mindegy, egyefene. 67 000-ünk van. Ó, vissza kell menni megint a kamazra. És kéne üríteni mind a kettőt, ezt akkor visszük megint. Gyerekek, hát ez el is fog fogyni oda, basszus, ez a búza mennyiség. Lehet, hogy akkor azt csinálják tényleg az összeset. Csak az a baj, hogy már nem keresek pénzt ezzel a mezőgazdasággal, csak az állattartással lassan. Ugye? Gyakorlatilag az a tyúkoknak kell hordnom az összes kaját. Lehet, hogy megindítunk egy... Összeszántjuk a földeket. Csinálunk egy olyat, hogy akkor... Nyisd ki. Az lenne jó 100%-ot kinyitanád, és nem nyisd ki hozzá. Ja, másik volt a 100%. Ó, a frost se vette meg. Jó, srácok. Mindenképpen akkor az összeset feláldozom a tyúkoknak.
rengeteg pénzzel megy rá. Mindig írjátok, hogy jaj, mert mekkora pénzeket keresek vele, de ezt gondoltok, nézd már meg mennyi pénzzel megy erre a tyúkokra. Hát ezt már megint nem tudom eladni emiatt, a tyúkok miatt. Úgyhogy a következőben gyerekek nyomok egy adag szóját, mert valami pénzt keressünk már, nem? Csapassunk egy adag szóját, aztán akkor nem kell szalmaznom. Sem mondjuk a szalma meg pont kellene, bár az még ráér, mert ugye állattartást akarnék erőltetni. Úristen, mennyi mindent kellene még így gyerekek. És egyébként erősen gondolkozok rajta, hogy olyan betűket fogok venni, amik direktbe tudok földbe, és nem modoltak. Igaz, hogy 100 000 darab, de ott rohadjon meg ilyen, akkor nem kell itt vinkódnom. Veszek kapásból 2-9 méteres, vagy megnézzük, melyik a legoptimálisabb, aztán hadd szóljon. Jó, azt ugye elvisszük megint, ez már nem fog oda beleférni, esélyes. Úgyhogy kapásból kellene ki ordara, szóval ez egy kicsit necces lesz, most lehet, hogy mondjuk ott az ifa, azt ki tudom vinni, aztán azt, azzal tudok még felszedni szemet. Ja. Erősen gondolkozok rajta, hogy veszünk valami komoly, komoly betőket. Valami modern ember, valahol meg kell kezdenünk a TS-nek a modernizálását. Többen kérdezitek mindig egyébként, hogy lesznek-e modern gépek, természetesen csúcs modern gépek lesznek egyébként. Jó, azt ide beöntjük, aztán egyből a kis eresünkkel kiviszünk két adagot ide fölülre, az 10 000-re kevesebb ugye. Oké. Vihetjük is, ezt meg is kezdjük. Oké. Ja, várjál, igen, 5000 litert tudnék kivinni, de várjál, akkor kiviszünk 7000-et minden egyibe, és akkor körülbelül 10 000-re föltoljuk, ugye? Vigyük el ide a közelebbi részre. De valószínű maradt még, igen. Gyerekek, egyébként ez a fent, ez baró jó ez a gép. Oda némi, hallod, olyan dinamikusan, menni jobbat nem kell, menni jobb nem kell. Rohadt dinamikusan tudsz vele közlekedni, komolyan. Ezt imádom, nagyon szeretem ezt a gépet. Mondjuk ez az ürítés, ez nem tudom, ez úgy van beállítva, de hogy miért ilyen rohadt lassú? Ez úgy kéne kizúrni ebből. Ennek egyedül az a baja ugye, hogy a pót kicsit szarul húzza. Oké. Okay. Elkezdem. Tölteni. Búza. Fullon van ez a szar. Itt ez kamaszba átugrul. Ó, te benszorul ide. Okay. Jó van gyerekek, összeszántjuk ezt mind a képpel ezt a kettőt. Lassan el kéne búcsúznom. Tripla rész lesz ma úgyis. Úgyhogy bőven bele fogunk férni mindenbe. Jó, szerintem a kamaz ebben a részben nem volt rossz vétel. Nem baj, egyáltalán nem bánom, hogy felvettük az uzsorát. Szerintem egy hét múlva, ami ugye legalább egy ilyen 10 rész múlva bőven lesz 150 ezrünk. Gyakorlatilag 50 ezer pluszot kell fizetned. Annyit nekem úgy megér. Az olyan, mintha hitelt vettünk fel volna, de ugye nem vettünk fel hitelt mégsem. Oké. Okay. Ez a kettő megvan akkor. Oké. Okay. Kamaz, kamaz. Még van benne 2000 liter, jó. Az a lényeg, minden egyiben legyen körülbelül 10 000 az állattartásnál, azt akkor nyugodt a keeper, jó? Többen még fér volna, bazza. Olyan lassan tölti meg, olyan lassan csinálja itt a dolgokat, az őrület. Gyorsan át tudok menni. Ennél jobb gép nem kell, nagyon szeretem ezt a gépet. Oké. Okay. Csinálja. Ránézek itt a kombájnokra. Úristen, ez meg azt mondjátok, hogy visszatolatott tonna. Hallod? Van, néha vannak érdekes dolgok.
Jó, hát az aratással konkrétan mondhatni végeztünk, ugye? Van nekünk valahol egy ifánk. Ahol így van, és akkor ez marad. Gyerekek, bazd, az összeset oda hordtuk. Úristen, halljátok, a csirkék különben rengeteg sokat zabálnak. Ha belegondoltok, azért nem olyan nagy üzlet ez a csirke. Mindamilyennek látszik, mert amikor eladod, akkor egyébként ez az ifa, ez meg sokkal dinamikusabb. Oda né. Ez az ifa, ez nagyon megy. Ez nagyon élem. Egyébként ez az ifa, ez nagyon jó, ezt szerintem nem adom el. Ezt meg fogjuk tartani, oda megy gyerek. Hallod? Ez az ifa egy állat. Most így a izé kamaszhoz képest, oké, hogy ezt csomót elviszel. Gyerekek, a kamaszt, ezt izére kell használni közútra, most látom. Marad a kamasz közútra, meg ilyen eladásra, de az ifa, ez meg úgy pörög be, de még ott rágya szóró. Ez nagyon nagy ez az ifa. Az ilyen kis fürge, kis dög. Élem nagyon, szeretem. Oké. Okay. Ezt nagyon bírom. Meg figyeld, tök gyorsul. Jók ezek a kerekek rajta, jó? Tök jó. Ezt nagyon szeretem, ezt az ifát. Jó, és akkor ezek végeznek is bőven. Gyerekek, akkor megvolt az aratás. Ebbe a részbe. Sima liba volt. Még kihordom, akkor szerintem hónap hozzak, hogy azt a részt hozzá kezdjük. Hogy kihordom a szemöt, sőt már ki is hordta a szemöt a VIA Keeper. Ez mi az úgy maradt? Tojások eladásra vennek majd. Oké, srácok, el is búcsúzom, aztán jövök ám egy pár óra múlva a következő résszel. Mindenképpen. Na, sziasztok!